Rendhagyó módon zárta a tanévet a Bokréta Művészeti Iskola a táncegyüttesek hagyományos bemutatkozó és vizsgaelőadásán túl. Az egésznapos rendezvényen népi játékok, játszóház és sajmász bemutató is várta a növendékeket, a gyerekek szüleit és az érdeklődőket. Eltelt 10-12 év lassan, és úgy gondoltuk, hogy egy kicsit megújulunk egyrésztről, másrésztről egyre többet dolgoznak, és egyre komolyabb munkát végeznek a pedagógusaink és a gyerekek is a próbaterembe, hiszen országos szóló versenyekre járunk, országos csoportos és kamara versenyekre járunk, és egyre szebb eredményeket hoznak a gyerekek, illetve a csoportok, és úgy gondoltuk, hogy ha már ennyit dolgoznak, és a szülők is rengeteg áldozatot hoznak ezért, akkor mi ezzel a tanévzáróval szeretnénk megjutalmazni őket. A Bokréta eredményeit mutatja az is, hogy az iskola egykori növendékéből mára néptáncoktató vált. Az eleinte kicsit furcsa volt egy a próbateremben, meg a kollégákkal, mert ugye ők is még diáként ismertek meg ebbe az iskolába. Viszont az első tanévzáró után rájöttem, hogy mégis jó pályát választottam, és ezt én szeretem csinálni, és ez így nekem jó. A művészeti iskolában ebben a tanévben indult útjára a balettoktatás, így a tanévzárón a kis balerinák is bemutatkoztak. Először 17 fős csoportunk volt, aztán lassanként estek ki a gyerekek közül, de ez nem feltétlenül azért, mert hogy nem voltak tehetségesek, mert én szerintem az én meglátásom szerint mindenki ilyenkor nagyon tehetséges, és ilyenkorban érdemes ezt elkezdeni. Hát picik még betegek, emiatt volt kiesés, most összesen 13 fő fog fellépni. A művészeti iskola most adta át először az év tanulója díjat. A pedagógusok 12 jelöltje közül a növendékek szavazata alapján Tóth Vivien részesült az elismerésben. Én nagyon örültem neki, nagyon meg is lepődtem, mert nem gondoltam volna, hogy én kapom meg, mert 12 ember közül engem választottak. Végül is hát nagyon jól esik. Az egésznapos évzárunk közreműködött, és a néptáncosokat kísérte a Bürközzenekar. Az autentikus magyar népzenébe illő tájegységek zenéjét játsszuk. Ezt is tanultuk, már gyerekkorunk óta ezzel foglalkozunk. Általában mindenki 6-7 éves korától már elkezdett zenét tanulni, és ezt a jellegű zenét. Meg is próbáljuk azt, hogy ezt fenn is tarthassuk, tehát a társaim, ők már némelyikük végzett népzenepedagógus, a többieknek még folyamatban van, de ők ezt élethivatásszerűen szeretnék űzni. A Bokréta Művészeti Iskola tanévzárója a Zemplén Néptánc Együttes műsorával ért véget.